hogy igazából te szeretsz egyedül lenni, vagy nem. És mi a különbség az egyedüllét és a magányosság? Ja, Istenem, hát ki szeret egyedül lenni? Senki nem szeret egyedül lenni. Biztos vagy benne? Az duma. Az duma? Azt szerintem duma. Illetve olyan duma, ami már lehet, hogy valóságos, és el is hiszem, mert hogy annyi ideig voltam egyedül. Hogy már nem azt mondom, hogy nem jó egyedül lenni, hanem azt mondom, hogy szeretek egyedül lenni, és lehet, hogy így is érzem, vagy érzi az, aki így érzi, mert hogy megszokta. Tehát ha nincs más választásod, akkor egy idő után azt mondod, hogy ez így jó. Ez keményen hangzik. De nem így van? Nem tudom, volt egy osztálytársnőm, akivel nemrégiben összefutottam, gimnáziumi osztálytársnőm volt, és ő mondta, hogy már olyan régóta van egyedül, hogy tulajdonképpen már el sem nagyon tudja képzelni, hogy tudna alkalmazkodni bárkihez maga mellett. Nekem egy nagyon jó barátom mondta, amikor megint erről beszélgettünk, és akkor én megint panaszkodtam, hogy ez nem annyira jó, és akkor azt mondtam, hogy hát elég nagy lakásban laksz, de ha megnézed, akkor ez egy egyszemélyes lakás. Jaj, te képzeld, múlt héten vágta hozzám a fejemhez a feleségem, tudod? Vagy mit? Van egy olyan motor, amit 20 éve vettem, amikor még szingli voltam, aminek van ilyen teteje, és tudod, nincs két ülés rajta, csak hátul van egy plusz ülés, de ha oda ki akarom ültetni a gyereket, akkor hülyén néz ki, hogy a szingli apuka megy elő, tudod, a védett burokban bekötve, ja, a gyerek meg hátul. És erre rám ütött, és azt mondta, hogy ez is micsoda szemétség, hogy ezt így vetted meg, hogy nem gondoltál előre a gyerekekre. Hát mondtam, akkor meg se voltak tervezve, könyörgöm. Szóval a szingliségnek azért van egy ilyen rizikója. Igen, de ezt nem veszed észre. Illetve szerintem, de ez nem is lehet máshogy. Tehát vagy az van, és ez mindennel így van, amin igazándiból nem tőled függ, vagy nem csak tőled függ az, hogy tudsz rajta változtatni. Hogy vagy az van, hogy folyamatos jelleggel eszed magad, ölöd magad, rossz kedved van tőle, van. Szenvedsz. Néha. 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 De mikor van az a néha? Nem tudom, amikor szerelmes reklám megy a tévében. Te ezt komolyan mondod? De abszolút. És akkor így beromantikosodsz, elkezd vagy nem tudom. Elkezd ömleni a könnyen. Hülyeskedj. Egy Merci reklám is... Kész. Aha. Mert sajnálom. Hát mert sajnálom magamat. Sajnálod magamat. Persze. Na, szóval ez úgy van, hogyha valami olyan van, ami nem igazán rajtad múlik, hogy ez változzon, és ezt nagyon látjuk egyébként, akkor vagy azon, hogy folyamatosan morogsz, folyamatosan ezzel foglalkozol, és egy idő után ettől az ember úgy szoktam mondani, hogy elkezd berohadni. Aha. Vagy az van, hogy mint ahogy mindennel, hogyha az ember aránynak próbál normálisan élni, hogy szembenézel vele, és egyáltalán nem kell azt mondani, hogy ez jó, vagy nem kell azt mondani, hogy ez nekem nem rossz, nem kell hazudni, hanem ez van. De ez van. Ez van. Ez van.